Guten Tag, vagy ahogy a bajorok mondani szokták. Grüßt dich! Az a helyzet, hogy januárban nagyon sok dolgot vettem föl itt Kölnben, még egyedül voltam, és azt gondoltam, hogy majd szépen külön részek lesznek, de most megnéztem az anyagot, és valahogy már nem érzem, úgyhogy a mai részben zanzásítva a legjobb dolgokat megmutatom nektek. Elsőként megmutatom nektek a legszürreálisabb jelenetet. Nézzétek! Nagyon vicces dolog történt velem, bejöttem egy olasz étterembe, hogy egy finom pizzát eszek. Nem volt már szabad asztal, de pont előttem lépett be egy bácsi is, aki szintén egyedül le akart ülni, de mivel nem foglaltunk asztalt, és már csak egy szabad asztal volt, ezért mondták, hogy hát max üljünk le ketten egy asztalhoz, úgyhogy mondtuk, egymásra néztünk, hogy hát jó, hát akkor leülünk egy asztalhoz, úgyhogy most konkrétan itt ülünk ketten, egy idegen bácsival ülök egy asztalnál, eszem a kis pizzámat, és hát beszélgetünk. És tök vicces, imádom az ilyen különleges és furcsa szitukat az életben. Manó, neked melyik volt a kedvenc jeleneted januárból? Jaj, hát egyértelmű, hogy neki volt a kedvenc jelenetem. Melyik? Amikor találkoztunk az állomáson. Tényleg? Igen. Két hét után. Igen. Hú, akkor nagyon-nagyon hiányoztál már. Te is nekem. Megható volt. Szia, Manu! Szia, Manuka! Igen, de van a vízes hajad, nem fog szállni. Nem, dehogy is. Nem? Szia, jól nézel ki, nagyon kincse. Thanks. Szia, mondom. Imádlak. Nagyon sokan kérdeztétek egyébként, hogy milyen lakásban lakunk. Most megmutatom nektek először is, hogy januárban én hol laktam. Egyébként ez egy Airbnb-s lakás volt. Mutatom. Ime! Bejövünk, itt található a nappali, gyerekek, kérlek szépen titeket nagy szeretettel. Mint ahogy otthon, itt is ugye, hát nagyjából itt tartom a ruháimat, egy kis széken. Itt van egy kis, ilyen kis ülőcske, amit még csak egyszer-kétszer használtam, mert igazából folyamatosan itt vagyok. És bevallom nektek őszintén, itt is aludtam minden nap a nappaliban, mert tök kényelmes ez az ágy. Szeretek tévére elaludni, úgyhogy mindig tévét nézek. Este még lefekvéskor, és akkor így szépen álomra hajtom a fejemet. Megmutatom nektek a fürdőt. Nagyon kis kellemes, nagyon kis barátságos. Hiányzik mondjuk belőle nekem a fürdőkád, de jó, az így is. Szevasztok, szevasztok. Ez a konyha. Így néz ki. Hát sokat itt bevallom, nem tartózkodtam, tehát igazából megittem minden nap egy forró teát este. Van itt három bögrém, ez az egyik napi dönerem, amit most már azért ide lenne kidobni, úgyhogy ezt ki is dobjuk szépen. És akkor itt van egy háló, amit pedig szintén még szinte nem is, sőt, hát ezt nem is használtam. Az ágy az még teljesen tiszta, hiszen és friss, nem aludtam benne. És itt még van egy nagy terasz, amit nem fogtok látni, mert valószínűleg sötét van, és a lámpát most nem kapcsolom fel a másik oldalon, és vizes lesz, de egy elég nagy kis teraszocska van itt. Ennyi a lakás! A legtöbb kérdés pedig a munkámmal kapcsolatban érkezett, ezt hagytam a végére, mert hogy minden portálon, meg minden újságban valami teljesen mást olvasok, úgyhogy most elmondom nektek, jó, hogy mi az igazság, és hogy hol dolgoztam az elmúlt hetekben.
Ugye ezt már olvashattátok, meg én is elmondtam nektek, hogy azért jöttem ide ki Németországba, hogy műsort vezessek, tehát egyértelmű, hogy ez nem megy azért egyik napról a másikra, és addig a háttérben dolgozom. Egyrészt azért, hogy visszajön a németem egy picit, hogy felfrissítsem a német tudásomat, a másik pedig az, hogy belerázódjak az itteni német körforgásba. Az UFA Show & Faction-nél dolgozom, ami az UFA Németország. Igazából ők Németország legnagyobb, vagy mondjuk azt, hogy az egyik legnagyobb gyártócége. Olyan műsorokat gyártanak, mint a DSDS, vagyis a Deutschland sucht den Superstar, a Supertalent, vagy mondjuk a Take Me Out, vagyis a Vigyél El, meg a Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, az ugye a német barátokról. Szóval nagyon-nagyon sok mindent és nagyon nagy dolgokat. Januárban, amikor először kijöttem, akkor először is ebben a műsorban dolgoztam. Most valamiért mindenki kint van, egészen pontosan tudom is, hogy miért, mert érdeketlenül. Hogyha megmutatom nektek, hogy hol dolgozom, vagy így megmutatom. Ez a kis iroda. Énni. Látjátok, ez az iroda. És az irodában ott az én helyem. Ez itt az én helyem. Látjátok? Itt ülök. Ilyen a kilátás. Hogy itt dolgozom. Ez az én kis íróasztalom. Itt vannak a kis cuccaim, és akkor itt írom jelen pillanatban a kérdéseket az egyik műsorhoz, aminek a címe itt van, mert csak mutatok egy plakátot is nektek. Ezt látjátok? Azt mondja, hogy Wer weiß denn sowas? Hát ezt meg ki tudja. Vagy valami hasonló a magyar fordítása. És egy nagyon érdekes, nagyon különleges kérdéseket kell írni, tehát ami nem az általános tudáshoz tartozik, hanem nem tudom. A béka miért csukja be a szemét a nyeléshez? Azért, mert annak a segítségével nyomja le az ételt. Például. Ennyi ez a lényeg, és ehhez írunk, vagy írok én is most kérdéseket ebben a három napban, aztán a következő napokban pedig majd más osztályokon fogok dolgozni. Aztán dolgoztam egy kicsit a Supertalentben is, de ezt annyira nem szerettem, bevallom őszintén, mert hát igazából nem volt annyira kreatív munka, mint amiket én szeretek. Úgyhogy ott csak egy pár napig voltam, aztán eljöttem. A legtöbbet pedig a fejlesztési osztályon dolgoztam, ott januárban is voltam, meg most egész márciust ott töltöttem, és azt igazából nagyon szeretem. Nagyon kreatív munka, és hát ahogy a nevében is benne van, műsorokat fejleszt. És mindemellett tehát folyamatosan azon dolgozunk az UFA-val, hogy itt is műsorvezető legyen belőlem. Hogy ez mikor jön össze, az nyilván majd később kiderül, reméljük, hogy minél előbb. És van egy jó hírem. A következő részben Adél is benne lesz. Mondjuk ebben is benne van, itt van. De a következőben még jobban benne lesz. Jó. Szevasztok! Na cső, hello. Na puszi, na pátá! Sziasztok! Hát Bence nagyon sokszor mondta még a terhességem során is azt, hogy alig várja majd a játszóterezéseket, amikor majd ő mehet a Natánnal sétálni, mert hogy millió egy csinos anyuka lesz majd szintén a gyerekével akkor a játszótéren, és ő majd milyen jókat csajozhatna. Hát az az igazság, hogy eljött az ideje, éppen itt vagyunk a játszótéren Köln, és azt mondta, hogy menjek el sajtortáért, mert hogy ő egy kicsit anyukázna. De miről magyarázod? Hát ez őrület. De miről magyarázod? Hova jutottunk? A gyereket meg ott adja. A gyereket meg ott adja. Értedek? Na, itt tartunk most egyébként. Na mindegy.